hőterjedés bemutatása. A kísérlethez használt eszközök bunzenégő, fémrúd, viasszal rögzített szögek és egy tartóállvány. Nézzük meg, mi történik, hogyha bunzenégőt meggyújtom, ugye elkezdi melegíteni ezt a fémet. Ugye a szilárd testek esetében, ugye itt, hogy melegednek ugye a részecskék ezáltal egyre élénkebben fognak mozogni. Ugye ez a mozgás a minden, tehát az egymás mellett lévő részecskéknek átadódik. Ugye a helyükről a szilárd test esetében a részecskék nem tudnak elmozdulni, hanem a mozgás állapot adódik át a mellettük lévő részecskére. És ugye, ahogy melegszik ez a fémrúd, oda a végétől, mert ott éri a hőhatás, átadódik ez az állapot, tehát, és ugye leesett az egyik szög, az is azt jelzi, hogy ott már meleg a fémrúd, és ugye a viasz megolvasztotta, ugye ez a hő, elengedte az első szöget, mert ahogy a részecskék átadják ugye azt a mozgásába, tehát ez az élénkebb mozgás, ugye melegszik a fémrúd, ugye ebben az esetben, mivel a részecskék helyhez kötöttek, a mozgásállapotok adódik hát egyik részecskéről a másikra, ezt hővezetésnek nevezzük, és ugye ez azért idő kell. Ugyanezt a hővezetést tapasztaljuk egyébként, amikor egy kanalat beleteszünk a meleg levesben, hogy ugye kellő ideig benne hagyjuk a meleg levesben, hogy akkor a vége is meleggé válik. Ugye a kanál esetében is egy szilárd testről van szó, és ugye a tányérban lévő forró leves az, amely a hőt közli, és a részecskék mozgásállapota megváltozik, tehát gyorsabban fognak mozogni. Leesett a következő szeg is, ami ezért a hőforrásra már elég messze található, volt található. Ugye várjuk azt, hogy a részecskék a következő viasz, illetve szeg környékén is élénkebb mozgásba kerüljenek. Hogy ott is felmelegedjen ez a fémrúd, amely felmelegíti a belekölcső hatásban lévő viaszt, ami ezáltal ugye elengedi a szeget. És a harmadik szeg is leesett, tehát látható, hogy távol van a hőforrástól, tehát, hogy felmelegedett a fém és szilárd testek, így a fém esetében is, akkor hővezetésről beszélünk.